Kátyuk a 37-ös főúton. Nem kell sokat keresni őket, nincs olyan kilométer, ahol ne találkoznának úthibával az autósok. A hivatalos statisztika szerint átlagosan 100 kátyú keletkezik egy napon a téli időszakban a 37-esen. A legnagyobb közösségi oldalon többen is megosszák a kátyú fotókat és az okozott károkat is. A Magyar Közút Nonprofit Kft. Szóvivője hírműsorunknak elmondta, ugyan 2011-ben 40 ezer négyzetméternyi szakaszt újítottak fel, mégsem győzik javítgatni a 37-es főutat. Sajnos azóta azokon a területeken, ahol nem tudtunk ilyen jellegű munkálatokat végezni, ott valóban megnövekedett a kátyúk száma. Sajnos egy eléggé előregedett, rossz burkolattal rendelkező főútról van szó, amelyen a téli változékony időjárás sokkal könnyebben tud kialakítani úthibákat, kátyúkat. Jelenleg arra van lehetőségünk, hogy a téli időszakban úgynevezett hideg aszfalttal történő kátyúzást végezzünk ezen a főúton is. Sajnos ez nem annyira hatékony, mint a meleg aszfalttal történő kátyúzás. A 37-es főútnak jelentős forgalma van. A naponta arra közlekedők azt mondják, katasztrofális állapotok uralkodnak. Attilának korábban már anyagi kára is keletkezett egy kátyútól, ami kiszakította a gumiabroncsot. Nagyon sokat járok ezen az úton, mint télen, mind nyáron, reggel, este, napközben, és azt tapasztalja az ember, hogy az új burkolat, amit pár éve felújítottak, folyamatosan egy-két hét fagy után teljesen feljön, felválik, rengeteg a kátyú, ez több okból is rossz, rendkívül balesetveszélyes, éjszaka ködben, a másik pedig az, hogy az autó teljesen tönkretesz mind a gumit, mind a futóművet. A közút felel egyes Sárospatakon áthaladó, nagy forgalmat lebonyolító utakért is. Itt sem jobb a helyzet, sok a kátyú. Felújítás azonban nem várható a közeljövőben. A jelenlegi, az új Széchenyi tervben szereplő projektjeink között egyelőre nincs olyan mellékútfelújítási projekt, ami Sárospatakot érinteni. Ugyanakkor Borsodabói Zemplén megye az egyik legnagyobb kedvezményezettje az új Széchenyi terv regionális operatív programoknak, melynek keretében több mellékútfelújításra is el fog indulni a tavasz folyamán. A szóvívő azt is elmondta, úgy tudja, hogy a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő ZRT megvalósíthatósági tanulmány készít a 37-es főút négysávosítására. Hogy mikorra lesznek kész tervek is, és útfelújítás, arról nincs információnk.